41 forinttal lesz drágább az üzemanyag januártól a jövedéki adó emelése miatt. Ezért a kiskutak tulajdonosai korábban petícióval fordultak Orbán Viktorhoz. Vesztességük ugyanis az évi 32 milliárdot is elérheti majd. Gábort kérdezzük. A független benzinkutak szövetségének elnökét jó estét kívánok. Ez egy okolom, szép estét. Januártól egy adóváltozás miatt drágulnak az üzemanyagok. Ez azt jelenti, hogy a mostani ár januártól pontosan 41 forinttal drágulnak, tehát ennyi az adó mértéke. Így van pontosan, tehát bruttó értékben ennyi fel fog növelni január 1 a üzemanyagár, és az elmúlt egy pár napban, tehát az elmúlt nyolc napban jelentős árcsökkenést láttunk a nemzetközi jegyzésekben. Ezt érzékelik most a, a fogyasztók, tehát egy olyan 50-70 dollárral csökkent a üzemanyagár, és hát január 1-től pedig 42 forinttal fog növekedni Magyarországon. Mit látnak, hogy januárig merre mozdul, még. most már nincs olyan sok idő. Igen, ön, igen. igen. Hát, tehát, mostanira jön rá ez a 41, vagy lehet még számítani arra, hogy több Mondhatnám lesz. azt, hogy a nemzetközi helyzet fokozódik, tehát egy nagyon komoly um, konfrontáció van az USA és az OPEC Plusz között. Tehát az USA jelentősen növelte a, az olajértékesítését, ami azt jelenti, hogy ma már 6 millió barrel per nap exportál, az OPEC meg csökkenti a kitermelését, és egyelőre úgy néz ki, hogy az USA termelés bővítése bőven kompenzálja az OPEC termelés csökkentését, és ezért figyelhető meg jelen pillanatban egy jelentős árcsökkenés. A 42 forintos januári áremelés, tehát nem tudjuk megmondani, hogy mi lesz holnap. Csak a tegnapot és a tegnap előttet tudjuk elemezni. Ha, ha az árak ennél a, a relációnál maradnak, most olyan 75-76 dollárnál van a Brent, akkor ez a 600-620 forintos ár állhat be január 1 de nem lehet forkasztolni az árakat. Tehát ami biztos a 42 forintos emelés, ami azt jelenti, hogy 40 liter tankolásnál 1600 forinttal fognak a vásárlók többet, többet fizetni. fizetni. Mégis a jövőről kérdezem, tehát hogy mi lehet ennek a következménye, már csak azért is, mert azért, amióta kivezették az ársapkát, nem látjuk a hosszú sorokat a benzinkutaknál, tehát ha én jól emlékszem, több mint 20%-kal visszaesett a, a forgalom. Mire számítanak? Egyetem, mikor volt utoljára ilyen visszaesés? Hát a, a Covid a, alatt volt, de... Igen, nem tehát nem a, a forgalom, inkább azt mondom, hogy egy rendkívüli forgalom növekedés volt az ÁSTOP során, hisz az összes környező ország nálunk tankolt, a 23-as számok inkább azt mondják, hogy a 21-22-es, tehát inkább a 21-es év fogyasztásai azok, amik reálisak, tehát ahhoz képest olyan nagy visszaesés nincs. Ez a jövedéki adóemelés, ez jelenteti azt, hogy a, a határközeli települések, a határközeli városoknak a lakói nem csak tankolni, hanem vásárolni, és át fognak rándulni a szomszédba. Hisz a, 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 Olcsóbb lesz mindenhol ezzel a benzén, ezzel a 41-42? Meglátjuk. Fel. Tehát ugye a környező országokban is a, a van, ahol van kormányzati beavatkozás, van, ahol nincs. Január másodikán tudjuk látni a pontos helyzetet, tehát nagyon nehéz ezt forkasztolni. Az biztos, hogy amennyi Magyarországnak a versenyképessége ezzel csökkenni fog. Ugye Magyarországon sajnos, itt a kollégák is gyűjtöttek, és nagyon érdekes, egy három oldalas listában 60 tétel van, ami terheli az üzemöktől állomások üzemeltetői költség oldalon. Tehát elmondható, hogy a magasáfa és alapvetően az adózás Magyarországon túlfeszíti a gazdasági, gazdaságban részevői szereplőknek a tűrőképességét. Tűrő ha tovább esik a fogyasztás mondjuk erről a 20-21%-ról, amit én az előbb említettem, akkor hogy ezt át a független kutak? Hát nézd, azért túléltük az ástoppot is, tehát azért ezek több évtizedes, meg sok, sok év, hosszú éve működő vállalkozások. Van ugye alapvetően ez a vállalkozói, vidéki vállalkozói szekció, mindenkinek van többféle érdekeltsége. Hát az egyik érdekeltség hol hozba van, a másik meg bezbe. Tehát én, én azt gondolom, hogy a az ástok... Az lehetett sejteni, hogy, hogy ideiglenes, tehát hogy nem lesz igen. ez mindig így. Ennél az árnál most ezt nem lehet annyira látni, illetve Sújtja még önöket egy változás, egy petíciót is elindítottak így nem van. olyan régen, egy hónappal ezelőtt. Beszéltünk arról így, itt, hogy ez tulajdonképpen csak a kiskutakat érinti. Igen, tehát ez egy, én, én, mi ezt úgy éljük át, hogy a negatív megkülönböztetésben van részünk, mert egy 21-szeres adónövekvény, amit január 1-től megkapunk. Ezt egy mondatban elmondja a nézőknek, aki esetleg nem látta azt az előző hogy ez egy hónappal ezelőtt volt, hogy miért járnak rosszabbul a kiskutak? Tehát 0,15 volt az árbelvétel arányos különadó és ez emelkedett be föl 3%-ra, és a nagy nemzetközi társaságnak, társaságnak 4,5%-ról csökkent 3%-ra. Tehát jelenleg azt mondható el, hogy a, csak ebbe a szekcióba, tehát az üzemanyag kiskereskedelmi szekcióba van ennyire egyenlő és árbevételtől független külön adóztatás, az energetikában, az élelmiszeriparban sávos adóztatás van életben. Én azt gondolom, hogy a nagy társaságok el akarták Valahol ki akarták egyenlíteni a versenyt adózásban is. Bízunk benne, hogy a petíciónk azért még meghallgatásra kerül. És De hát az már hátválás. ott van, az már ott van egy jó ideje, nem? Tehát hát ezt ö, egy hónapja átad ugye, a hónapja át, hogy van már hónap... milyen válasz vagy reakció? Azt hiszem, hogy egy 13-án adtuk át múlt hónapban. Hát 30 napot azért kell hagyni a kormányzatnak, hogy valamilyen irányban mozduljon, válaszoljon. Bízom benne, hogy jövő héten valamilyen irányú választ fogunk kapni a kormányzattól. Tehát még ebben, a, ebben az évben? Igen, biztos, mert január 1-től van ugye a, a hatályban a rendelkezés. Na, meglátjuk. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm a lehetőséget.